Mégis mióta tudtál Johnról? Már az elejétől? Nem. Volt néhány szép évünk Eisen. Már-már elhittem, hogy engem választottál. És miért nem mondtál semmit? Vagy miért nem tettél? Miért nem hagytál ott engem? Ennyire fontos voltam. Még Ömer gyerekét is eltűrted mellettem. Sőt, sajátodként szereted. Amikor ezt megtudtam, azt néztem, hogy a kölyök úgy szalad, mint Ömer. Úgy nevet, mint Ömer. Ömer nekem 5 éves korom óta a legjobb barátom volt. Az első füzetünket is együtt vettük. Pontosabban én megfújtam, de neki azt mondtam, hogy vettem. Na mindegy. Most már John első füzetét veszem meg. Ha úgy vesszük, másodszor látok magam mellett felnőni egy gyereket. Az elsőnél nagyot hibáztam. Elárultam és cserben hagytam a legjobb barátomat. De nézd csak meg, ő rendületlenül mosolyog rám. És eszébe sem jut, hogy ne bízzon bennem. Hogy fordíthatnék így neki hátat? Hogy merném őt elárulni bármikor is? Hogy merném őt cserben hagyni? John az én fiam is. Mert John a valaha volt legjobb barátom gyermeke. John az utolsó, ami abból a srácból maradt. Nem tudom, nem szeretném. Nem tudom elképzelni, hogy ne adjak meg neki mindent. Mikor ez kiderült, az is világossá vált, hogy mennyire szeretem. Szóval nem miattad. Nem te tehetsz arról, hogy eszembe sincs lemondani róla. Nézd meg, apa! Össze-vissza rugdostak foci közben. Semmi baj. De ne rugdosódj. Focizz, ahogy szeretsz. Mindig többet észre, mint erővel. Megegyeztünk? Megegyeztünk. Te is mindig így csináltad, ugye? Mm-hmm. Az apád is mindig így tett. Anya, megint megyünk majd oda. Így vele. Egyszer mindenki betéved abba az erdőbe, ahonnan nincs kiút, vagy a hegyhez, amit nem tud megmászni.